A Nagy Orvosi Rendelő bázisán a napokban egy mobil röntgengépet helyeztek el, amelynek fő feladata a melkasi szervek diagnosztizálása. A mobil rendelőben naponta több mint 30 szemét fogadnak. Nova technika, nagyon kényelmes, hiszen új technikai eszközökkel dolgozunk. Az eredményeket azonnal láthatjuk. A vizsgálat nem vesz igénybe sok időt. A legfontosabb pedig a mobilitás, aminek köszönhetően bármelyik településre el tudunk menni. Leginkább idősebbek keresnek fel bennünket, mert ez egy kényelmes és anyagi szempontból is takarékos lehetőség. Egy vizsgálathoz mindössze néhány percre van szükség. A szolgáltatás minden családorvosi beutalóval rendelkező személy számára ingyenes. Másoknak pedig 35 hívnyába kerül. Eddig közel 150 szemét vizsgáltunk meg. Egy részük már készhez is veheti az eredményeket. Sajnos vannak olyan mutatók, amelyekre a családorvosoknak oda kell majd figyelniük, hiszen vannak esetek, ahol kimutattunk bizonyos megbetegedéseket. A mobil mellett a helyi orvosi rendelőben vér és ultrahangos vizsgálatot is végeznek. A vizsgálatot a kistérség lakói, az itt tartózkodó áttelepült személyek, illetve bárki más is kérheti, aki nagy dobronyba látogat. Az orvosok elmondása szerint az ilyen vizsgálatok pozitív hatással vannak a különféle megbetegedések korai felismerésére. Szintén jó oldala a kihelyezett vizsgálatoknak az is, hogy az embereknek nem kell a járási vagy megyei központba utazniuk. Köszönöm. Szeretném megköszönni Vasil Skripnek a megyei tüdőgondozó központ igazgatójának, hogy elfogadta javaslatunkat és a támogatásának köszönhetően meg tudjuk adni a lakosságnak ezt a teljes körű kivizsgálást. Szintén köszönet illető a kistérség polgármesterét, Nagy Ferencet és csapatát is, akik operatívan reagáltak és felügyelik ezt a folyamatot. Hálásak vagyunk minden támogatónknak és az egészségügyi alapellátási központ főorvosának, Larissa Sinkarenkónak, aki a kevésbé mozgékony páciensek szállításához szükséges járművek biztosításában nyújtott segítséget a számunkra. Az ilyen szűrések nagyon fontosak a kistérségünk számára, hiszen nagy közösség vagyunk, és több nagy szociális intézményünk is van, ahol a betegek igénylik a vizsgálatokat és a kezelést. Szeretnénk, ha ez gyakorlattá válna, és a jövőben is sor kerülne rá. A szoba június 19-ig marad a Nagy Dobronyi kistérségben, így addig mindenkinek lehetősége van részt venni egy szűrővizsgálaton, amit az orvosok egyébként is javasolnak minden felnőttnek évente elvégezni.